Hát a széria termelésben a tempó az nagyon nagy. Mondhatom azt, hogy itt egy-egy soron naponta akár több ezer motor gyártódik le. A speciális helyzetben van a minőségbiztosítás, mivel két tűz között van. Az egyik oldalon maga a termelés, másik oldalon pedig maga a beszállító. Hát lehet, hogy egy ilyen filmes klasszikussal élnek, mi vagyunk úgymond a Sauron szeme. És hogyha bárhol azt látja, hogy eltérés van, ott abban a pillanatban reagálunk rá. Mi feladatunk az alkatrészeknek a támogatása, mindattól, amíg bekerül az első motor a széria gyártásba, mindaddig, amíg az utolsó motor le nem gyártódik a gyártósoron. Hogyha egy adott alkatrészsel problémánk van, akkor kezünkbe vesszük, vannak hozzá eszközeink, mikroszkópok, van lehetőségünk alkatrészeket beépíteni motorokba, azokat tesztelni, járatni. Rengeteg olyan berendezésünk van, amivel speciális vizsgálatokat tudunk létrehajtani. Köztük van olyan is, ami AG szinten egyedül nálunk található az analízis centrumban. És hogyha ezekkel az általunk elsőre elvégezhető analízisekkel nem tudunk elég mélyre jutni, akár egy finom mérőszobai analízis, vagy egy anyagtechnikai analízis alá vetetjük az alkatrészeket. És utána természetesen a beszállítónak ezt a hibát kijelezzük, utána napi szinten beszélünk a beszállítóval, hogy milyen intézkedéseket hoz arra, hogy ez a hiba megoldódjon, és hogy a későbbiekben ez ne tudjon újra előfordulni. Szinte a kezdetektől foglalkozunk villamoshajtással, és ennek köszönhetően tényleg a motor 100%-át négyzetmilliméterenként ismertem meg a terméket. Beülünk az autóba, felülünk a repülőre, és kimegyünk a beszállítókhoz. Voltam Japánba, Kínába, Amerikába, Dél-Koreába. Akkora élmény a szakmaiság mellett, amit azt gondolom, hogy Audin kívül itt az országban nagyon kevés vagy egyetlen vállalat se tud megadni számunkra. Tulajdonképpen szeretem csinálni ezt a munkát. Főleg ez a bizonyítás, hogy meg tudom tenni, hogy megtalálom a hiba okát. Pontosan ezért vagyunk itt, tudjunk segíteni másoknak is. A munkánknak a tétje az, hogy a végfelhasználó, aki a végén a gépjárművet meg fogja venni, az minden egyes eltöltött percet, eltöltött kilométert élvezhessen az autóban. Nagyon szeretem a csapatot, akivel együtt dolgozok, és a környezetet, akik körülöttünk vannak. Ők segítenek minden nap úgy bejönnöm mosolyogva, hogy élvezettel tudjam csinálni a munkámat.